Mit éreztél, amikor az orvosok megmondták, hogy rákos vagy? Számtalanszor hallottuk már, hogy a sport gyógyító erővel bír. A Biotekusa 2018 nagy átalakulója versenyén sok olyan történettel találkoztam, ahol ez bebizonyosodott. De most mutatunk egy példát arra, hogy életet is menthet. Rolandnál 2009-ben végstádiumú rákot diagnosztizáltak. Mégsem adta fel. A családja és a barátai számítottak rá. Miután tudomást szerzett a hírről, hogy felesége bejelentette babát vár, tudta, hogy felelősséggel tartozik irántuk, és mindent meg kell tennie felépüléséért. Teljes életmódváltásba kezdett, új szenvedélyre talált, mégpedig a futásra. Hihetetlen akarat erejének, valamint családja és barátai támogatásának köszönhetően Roland most ott tart, hogy élete első maratonjára készül, és köszöni, jól van. Ismerjük meg kicsit közelebbről ezt a fantasztikus embert, aki sport és életmód váltással legyőzte a legveszélyesebb ellenségét, a rákot. Nagyjából egy hét alatt terült ki az, hogy rossz indulatú betegségem van, meg az, hogy a párom babát vár. És ugye ez volt ugye a legnehezebb időszaka szerintem az életemnek. Volt még egy mélypont, ugye ez novemberre derült ki, hogy megtarthatjuk-e a babát, vagy nem is, hál' Istennek megtarthatjuk, mert nem örökletes a betegség. Úgyhogy ez nagyon megkönnyebbítette a dolgokat. Akkor még nem is fogtam fel igazából, hogy milyen életmódváltásra kellene ösztönözni magamat. Úgy sodródtam az ára, a munkahelyeket kerestem, próbáltam lavírozni az életben. Mi zajlott le benned ebben az időszakban? Talán igazából a reménytelenség zajlott le. Azt éreztem a legjobban, hogy mindent úgy csinál az ember, ahogy szeretné, meg hogy jó legyen, és mégsem az. Talán úgy is fogtam fel utána, hogy próbatétel elé álltam, amit én szerintem sikeresen úgymond teljesítettem. Felfoghatatlan, hogy milyen időn mehettél keresztül, és miken mehettél keresztül. Mi az, ami segített és erőt adott, vagy ki az, aki a te legnagyobb támaszod volt? Hát én nekem a feleségem volt a legnagyobb támaszom, ugye még meg nem született a pici baba. Jászminnak hívják egyébként, tehát miután megszületett, ugye ő volt, de a feleségem, tehát azt, amit akkor az alatt, az egy év alatt, úgymond egy év alatt kaptam tőle, azt sose tudom neki megköszönni eléggé, úgy gondolom. Terhesen feljárni hozzám a kórházba, esetleg utána pici babával is, ők ez mellett főiskolára járt, tehát ezt az életet így nagyon nehéz volt egyeztetni, de mégis úgy gondolom, hogy voltunk annyira erősek, és a mai napig, hál' Istennek, erősek vagyunk ez ügyben. Tehát ez meg a feleségem volt egyébként a legnagyobb támaszom ebben az ügyben. Hittél a felépülésben? Hát maximálisan, tehát olyan nem volt, tehát azt sose gondoltam, hogy ennek itt van vége. Tehát nem, ez soha nem fordult meg a fejemben. Én mindig bíztam benne, hogy sikerülni fog. Viszont elhatározod, akkor szerintem igen, sikerülni fog. Mikor jött el az a pont az életedbe, amikor eldöntötted, hogy mozgással, életmódváltással is próbálsz? Hát ez egész pontosan, ez 3 évvel ezelőtt történt. Én előtte ugye hát sportolni, aktívan nem sportoltam, sőt még dohányoztam is. Meg ugye a betegség után egy kicsit ugye az alkohol is közrejátszott, a dohányzás, a haverok, ami sok minden kimaradt, ki tudja, hogy még mi lesz a jövőben, címszóval. Aztán 3 éve kezdtem el aktívabban sportolni. Először csak túrázgattunk, túráztam, aztán az egyik ismerősökkel elmentem futóversenyre, beneveztem az első 5 kilométerem, aztán azóta futok, és tavaly döntöttem el, úgyhogy egy kicsit versenyszerűbben fogom ezt teljesíteni, tehát edzőterem, több futás, félmaratonok, aztán ezévre tűztem ki egy maraton, hát bízom benne, hogy szeptemberben sikerül is a spármaraton szeretném lefutni. Ez lenne az életem első maratonja, amit én azt tartom, hogy ezt mindenképp. Mit éreztél, amikor lefutottad az első távot? Energiát éreztem magamban, hogy igen, tehát ha eddig jutottam, akkor még mehetek tovább is, tehát van még lehetőségem. Ilyen kellemes érzés volt az, hogy amikor beértem a célba, igaz, nem értem el helyezést, de mégis célba értem, mégis egy adott szintidőn belül. Én nekem nagyon felemelő érzés volt.
az egészséges életmódon, valamint a mozgáson kívül mi az, ami még átsegített ezen az időszakon? Vitaminokat szedtem, igazából immunerősítő komplex vitaminokat. Egyébként a futásaimhoz használom a Biotekusa termékeit, ezt mindenképpen inkább az energiazseléket használom, vagy éppen a C-vitaminnyert szoktam használni, D-vitaminokat, tehát ilyeneket. Tápláléki kiegészítő izóitalokat szoktam még ugye használni, meg fehérje porokat is, azt inkább az edzőteremben, hogyha egy heti kétszer járok, és akkor szoktam használni. Egy héten általában azért háromszor futok, kétszer konditerem, ha nem sikerül a konditerembe eljutnom, akkor viszont futással pótolom ezt. Mit üzensz azoknak, akik hasonló problémával küzdenek? Hát én mindenképp azt üzenem nekik, hogy kitartást, és igazából sok minden fejben dől el, de kell hozzá egy család, egy baráti társaság támogatása is. Tehát az, hogy az ember önmaga ezeket mind véghez vigye, hát lehetséges, de mindenképp azt üzenem, hogy van kiút, még a legaljáról is, én úgy gondolom. Szívből gratulálok. Köszönöm. Jó egészséget kívánok a továbbiakba is. Szerintem mindannyiunknak egy igazán motiváló és inspiráló történet volt, amit most hallhattunk, és láthatjuk, hogy a sport, valamint a család, a barátok mennyi erőt adhat, és akár egy betegségből is kigyógyulhatunk, és újra célokat tűzhetünk ki magunknak. Hogyha további történeteket szeretnétek hallani és látni, akkor iratkozzatok fel a Biotekusa YouTube csatornájára. Nem csak motivációs történeteket, hanem edzés és étkezési tippeket is találtok. Millió puszi és ölelés, köszönjük, hogy velünk voltatok ismét!